Marokkó ad otthon december 10-től 16-ig a harmadik Food Golf világbajnokságnak, amelyen a magyar csapat 22 fővel képviselteti magát. A VB-re minden ország legfeljebb 3 volt válogatott labdarúgót delegálhat. Marrakesbe Juhár Tamás utazik, aki Papp Péterrel, a válogatott szövetségi kapitányával, és Gelencsér Gáborral, a szövetség elnökével érkezett hozzánk. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Jó reggelt. Jó reggelt. Hát mesélj, hogy kerültél egyáltalán kapcsolatba, de azt hiszem, ha jól tudom, már 2012-ben is ott voltál a VB-n, ugye? Na, nélkülem azt mondta Geli, hogy VB-t nem rendezhetnek, tehát úgy kell elindulni a VB-n, hogy ott kell lenni, de a viccet félretéve, tehát a sportág születésénél mi ott voltunk, és azóta tart ez a jó kapcsolat, és azóta Geliék olyan szintre fejlesztették ezt az egész sportágat, a rendszert, a szervezést, hogy most már tényleg egy világsportágról beszélhetünk, és tényleg én nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy benne lehetek ebben a csapatban. Na pontosan miről is van szó, és milyen versenyszámokban indultok majd a VB-n? Hát 3 különböző kategória lesz egyéniben, férfi-női, illetve szenior kategória, mellett lesz egy csapatversenyünk is, és a magyar csapat 22 egyéni plusz egy csapatjátékos 23-as fővel fogunk menni, egy közel 40 fős kontingensvel, már lesznek kísérők is, illetve a Digisport is velünk tart azért, hogy megörökítsék ezt az egészet, és bízunk benne, hogy sikeres utunk lesz. A szervezők azok mondhatjuk, hogy garancia, hogy a rendezés az teljes mértékben rendben lesz. Péter, mit kell tudnunk azért a szabályokról? Pontosan mi zajlik itt? Annak, aki esetleg nem tudja. Igen, aki a golf szabályokat ismeri, aznak könnyű lesz megérteni, minél kevesebb érintésből kell egy lyukba eljuttatni a labdát. Esetünkben nem a kicsi golflabdát, hanem az itt látható 5-ös focilabdát, és természetesen lábbal próbáljuk ezt elérni, nem ütőkkel. Amúgy mindenben szinte a golf szabályait követjük, és az nyer, aki kevesebb rugásból teljesíti a pályát. A kezdet-kezdetén ezek golfpályán zajlottak, vagy most is, csak ilyenkor ezeket a lyukakat változtatják meg? Most is golfpályákon játszunk. Van a világban egy-két pálya, ami kifejezetten futgolfra épül, illetve ami már golfpályaként nem üzemel, és csak futgolfpálya. Persze a lyukak nagyobbak a kicsibe, nem lenne esélyünk, de golfpályán vagyunk, egyre inkább békében a golfosokkal megférünk. Tamás, mi az, ami téged ebben megfogott? Mi az? Tehát azt gondolom, amikor valaki válogatottként is rohangál a pályán, játszik az ellenféllel, ki akarja cselezni, tehát valami egészen másról szól, mint ez, nem? Abszolút, amikor az ember csapatjátékos, mindig azt gondolja, hogy egyéni játékosként milyen jó lenne, nem kéne a többiek marhasságát kiadítani, vagy az én marhasságomat a többieknek. Aztán rájön, hogy az egy teljesen más közeg, amikor egyéni és csak teljesítménye dönti ezt el, de valahol nyugodtabb is az érzés. Én, mint horgász, én nagyon szerettem a közeget és a természetet és a nyugodtságot. Na ez, hogyha még beletesznek egy labdát és nyugodtság van és barátokkal együtt lehet játszani, akkor ez nekem tökéletes sportág. Tehát olyan szintű kikapcsolódást nyújt, és rekreációs érzést, ami a hétköznapokon megadja azt, hogy tényleg kitisztuljon az ember feje. Aztán, hogyha meg egy ilyen szintű versenyen tud részt venni, és egy ilyen szintű megmérettetésen tud indulni, akkor pedig az adrenalin viszi. Tehát én azt gondoltam, hogy nyugodtan fogok erre a tornára készülni. Egyszer csak azon vettem észre magam, hogy 10 labda van a szobában, elkezdem majd egyiket terelgetni a másikkal. Éjszaka kimentem a Pomázi sportpályára, hogy melyik labdával fogok meddig tudni rúgni, úgyhogy már a hév az elkezdett elkapni, úgyhogy a kellő hőfokot már kezdem elérni. De azért edzésben sokkal kevesebb kell, mint egy rendes nagypályás focihoz. Tehát itt azért végül is elrugod, aztán sétálgatok. Milyen edzést igényel? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Tehát 2012-ben a VB-n, amikor indultunk, akkor a 2 napig tartott a verseny, a plusz a bemelegítés első napjával. Na, az utolsó napon már nagyon sokan nem tudtak elindulni, mert annyira fájt a lábuk. Tehát sokat kellett sétálni. Igen, én is azt gondoltam, hogy a golfban azt mondták, hogy 6-8 órákat sétálnak az emberek, és az milyen megterhelő. Na most itt nem a séta, hanem az, hogy itt irgalmatlan nagyokat kell rúgni, és egyfajta izomcsoportra megy rá ez az egész fókusz, és az hihetetlen nagy megterhelés. Úgyhogy itt aki azt gondolja, hogy ehhez nem kell edzettség és nem kell felkészülés, az nagyon téved. Ehhez a világbajnoksághoz nagyon-nagyon fontos lesz, hogy mindenki a kellő állapotban legyen. Nagyon sokat, mennyit kell majd rúgni ez alatt a 4 nap alatt? Nagyot, amikor...
sokat, pár 72-re vannak igazítva a számok. Milyen messze vannak ezek a lukak? Hát 50 és 350 méter között vannak, 18 szakaszra fog menni a játék, 4x18 szakaszt fogunk teljesíteni, az 4 versenynap van benne. Átlagosan, hogyha egy játékos 72 rugásból fogja tudni hozni a pályát, az jó. Most, hogyha ezt 4-jel felszorozzuk, az közel 300 rugásról beszélgetünk, kell menni és kell energiát belerakni. De ez mentálisan dől el legnagyobb szinten, az, hogy a végén is az ember koncentrált tudjon maradni és higgadt, és egy-egy kis baki ne vigyel a koncentrációt és a figyelmét. Tehát tulajdonképpen itt inkább az a koncentráció az, ami... Ez szerintem itt... Ami igazi kihívás. Szükséges a fizikai állóképesség. De én egy tökéletes példa vagyok arra, hogy én játékosként is mondhatjuk azt, hogy elég sikeres tudtam lenni az elmúlt időszakban. Annak ellenére, hogy a testalkatom nem a legideálisabb egy versenysporthoz, viszont mentálisan az ember, hogyha ott tud maradni a végéig, akkor az nagy előnyt jelent. Ennyire jók vagyunk egyébként, hogy azért most már szinte minden világbajnokságon ott vagyunk? Mekkora ennek a sportágnak a tábora itthon? Hát ahogy a Tomi mondta, a születésétől kezdve ott vagyunk, mi magyarok, és az első világbajnok magyar, Lengyel Béla, itt is hangozzon el az ő neve, büszkék vagyunk rá. És ahogy évek teltek, egyre inkább fejlődtünk mi is, a világ is irtozatos ütemben fejlődik. Most körülbelül olyan 120-150 játékos szokott egy-egy bajnoki fordulón elindulni, ennél többen játszanak, és a világbajnokságra, ahogy említettük, 23-ban megyünk, egy elég komoly kvalifikáció előzte meg. Létezik magyar rangista. Ezt akartam kérdezni, hogy itt ilyen nagyon komoly ranglistaállítás, vagy egy selejtező sorozat, vagy hogyan jutottak ki ezek a játékosok? Bizony. Létezik magyar ranglista, egyébként világranglista is, és... A magyar ranglistát vettük alapul az utazókeret kijelölésekor, és mivel lesz egy csapatformátum is, ezért egy plusz egy játékost a ranglistán felül is viszünk magunkkal, aki a csapatban fog minket segíteni. Gábor, mennyit változott a játék 2012 óta? Lehet-e mondani azt, hogy azért már ez egy ilyen nagyon szakirány, nagyon specializálódott irány? Szerintem rengeteget. Egy fél profi beállítottságnál vagyunk jelen pillanatban. A szabályok is sokkal jobban letisztultak 2012-ben, sokkal hosszabbak voltak a támok, amit a Juci is említett. Itt azért sokkal jobban most már arra van összpontosítva az egész sportág, hogy a végjátékokat és a kiélezett helyzetekre menjünk rá. 500 játékos lesz közel 40 országból Magyarországon 6 évvel ezelőtt. Isten igazából 80 játékossal voltunk 8 országból, most ezek a számok is azt bizonyítják, hogy iszonyatos potenciál van benne. Félprofi sportág vagyunk, a célunk az még mindig, ami 2012-ben is volt, hogy egyszer olimpiai sportág legyen, és úgy gondolom, hogy lépésről lépésre haladunk afelé, hogy profi sportág legyünk, és egy ilyen világeseményt is magunknak tudjunk. Bízom benne, hogy ez minél hamarabb bekövetkezik, a Nemzetközi Futballszövetség mindent elkövet ennek érdekében. Azt gondolnám a szabály miatt is, ugye csak 3 válogatott, korábbi válogatott játékos lehet a csapatban, hogy akkor ez előny, hogy valaki válogatott volt, és hogy ilyen szinten foglalkozott a labdarúgással. De azok alapján, amiket itt elmondtok, azért nem feltétlenül biztos, igaz? Abszolút nem, de tehát itt ugyanúgy trenírozni kell a versenyhelyzetet, és akik most ott lesznek, ők sokkal többet versenyeztek ebben a ranglista helyezés miatt. Én egy kicsit olyan ejtőernyős vagyok a Digisport és a kapcsolatunk miatt, tehát én máshogy kerültem be, de én vagyok az igazi sötét ló ebben a versenyben. Tehát nagyon alulról kezdem, de a cél a bármilyen egek és a kék mennyország. Ugye, ha jól emlékszem, akkor te 2012-ben a 7. helyen végeztél. Mit remélsz most? Erről beszélek. Tehát azért engem se ismernek, De magad biztos vagyok. Most ismernek, vagy nem ismernek, hiszen ez egyéni. Odamész, aztán a magad útját járod. Így van, de amit mondtam, hogy én biztos voltam benne, hogy az egyéni sportág nagyon jól fog állni nekem. Na, ebben érzek még egy kis rezgést az erőben, hogy az utolsó pillanatokban hogy tudok odafigyelni. Tehát ezt még én sem ismerem magam. Akik ott lesznek, ők már ezt 6-8 éve a versenyeken, a futgolf versenyeken tapasztalják. Azt én jóval kevesebb ilyen versenyen tudtam részt venni, és ez ott döntő lehet. De ez a tiszta motivációmból adódóan ezzel nem lesz probléma.
Oké, akkor most már az egyéni versenyt értjük. A csapatverseny az hogy néz ki? Mitől csapat? Hiszen akkor is mindenkinek egyedül kell rúgnia, nem? Igen, itt a golfhoz hasonlóan kidolgoztak olyan formátumot, amiben egyrészt párok tudnak játszani, másrészt az egyéni játékosok csapatot alkotnak, összeadódnak gyakorlatilag az eredményeink szinte, és olyan lebonyolítási formátumot is dolgoztak ki erre a világbajnokságra, ami egy ilyen igazi csapatélményt ad. Egész más motivációval és küldetéssel lép az ember pályára ilyenkor. Egy picit a focihoz annyiban hasonlít ilyenkor a helyzet, hogy egy-egy elrontott rúgásnak nem lesz akkora jelentősége, hiszen a párom kijavíthatja, vagy a csapat többi tagja kijavíthatja. És talán mentálisan egy kicsit könnyebb ilyen szempontból. Bizonyos értelemben igen, de bizonyos értelemben meg nyomja az embert, hogy húzza lefelé ez a válogatott mez ilyenkor, de hát ezt Tomi jobban tudja, hogy milyen érzés ez. Egyébként csak annyit az előző gondolathoz, hogyha most is hetedik tudna lenni a világbajnokságon, vagy bármelyik magyar, akkor azt hiszem, hogy többen is több alkalommal is pezsgőt nyitnánk, mert ez óriási siker lenne. Fiúk, sok sikert kívánok, szerintem most már tényleg mikor indultok? Pénteken már mentek is, úgyhogy figyeljük majd, és drukkolunk nektek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.